Sziasztok! Itt vagyunk Nyíregyházán, Sósló fürdő közelébe az állatkertnél, és ezt nézzétek. Itt van egy 275-ös, és a 64-es pályaszámú gőzös. Ezt véletlenül tudtam ki, amikor errefelé, nem tudtam, hogy ez itt van. Villamosról tudtam a belvárosba, erről nem. Viszont mindjárt mutatok még valamit. Van a nyírvidéki kisvasút, és az egyik állomása, és szerintem pont a Sóstó gyógyfőzőig. Eddig tervezik újraindítani a kisvasutat. De itt van az állomás maga, meg a sinek. És eddig úgy néz ki, hogy ki van takarítva az ülszelvény is. És ez lehetett a Sóstó gyógyfürdői vasútállomás, ha minden igaz. És hát itt van. Errefele megy a Sínnyíregyházára. És valahol volt itt egy szelvénykő is, hogy a 84-es, tehát pont aztán a 8 kilométerig tervezik a forgalmat újra felvenni rajta. És eddig úgy tűnik, hogy ki is takarították a pályát. Látjátok, itt van a 84-es. Tehát nagyjából szerintem azért is van, mert eddig kipucolva, mert eddig lesz újraindítva. És hát itt van a szépség. És itt a nyílt pálya tovább Nyíregyháza fele. Úgyhogy sziasztok, ez egy gyors bejelentkezés volt innen Nyíregyházáról, viszont lassan mennem kell, mert többiek mindjárt jönnek. Hát, ja, lassan elérnek a kocsiék és elindulnak vissza, úgyhogy itt valahol majd várnak rám. Úgyhogy akkor ennyi volt, ez egy gyors bejelentkezés innen. Gőzös, Nyíregyháza. Sziasztok!